Ég szülte földet, föld szülte fát, fa szülte ágát, ág szülte bimbaját, bimbaja szülte Szent Annát, Szent Anna szülte Szűz Máriát, Mária szülte Jézusunkat, világnak megváltóját. 33 könyv hullak útba, a lemez címe, és annyiban új, hogy van rajta egy teljesen új dal, maga a címadó dal, egyébként pedig válogatás, dalok és versek, ahol a zenekar legismertebb ide illő dalait válogattuk, és Horányi László színművész pedig verseket válogatott hozzá. Szinte nem lehet a dalokat a versektől elválasztani, a kettő együtt él és vibrál. Tehát az élet 33 a neve, mert mi is 33 évesek voltunk, amikor ezt a válogatást elkezdtük csinálni, és hát Jézus Urunk is 33 éves volt, amikor beteljesítette a sorsát. Zsolti bátyám írja az összes dalnak az alapzenéjét és az összes dalszöveget, és én pedig hozzáteszek zenei ötleteket, hangszerelem, nyilván a gitár összes dolgot én csinálom. Jól tudunk együtt dolgozni, az is mutatja, hogy ennyi lemezt csináltunk, meg ennyi koncerten tudunk együttműködni. A 33 évből azokat a dalokat választottuk ki, ami Istennel foglalkozik, élettel, halálra. Nagyon meglepődtem én is, hogy a több száz dalunkból azért volt ilyen 10, ami erről szól. A címadó dalunk nekem az egyik kedvencem, mert ez a könyv hullak útba, és azt gondolom, hogy ez egy nagy szimbólum, az egész lemezen végig húzódik, ami arról szól, hogy ugye a könyv az lehetnek örömkönnyek is, de sokszor a bánatnak a könnyei, a szenvedésnek a könnyei, és akkor egy nagy kútba hullanak be, a só lassan évezredek alatt leülepszik, és ami marad, az megint abból megint élet lesz, és megint öröm, és megint könyv. Most megyünk. 2000 év. Eléggé összeszokott csapat vagyunk, de amikor ugye megvan egy zenei alap, azt is több napig készítik, és akkor mikor be kell jönni nekünk énekeseknek énekelni, akkor hát, mondjuk legalább 2-3 nap kell. És főleg azért, mert délelőtt nincsen hangja az énekesnek, úgyhogy délután kezdődik valahol, és este lett már igazi hangokat kicsalni a torokból. Én azt hittem, hogy ez pletyka, de megtapasztaltam az elmúlt pár 10 év alatt, hogy ez tényleg így van. És a stúdió az nem játék, tehát hogy ott azt fel kell tenni, és általában sokat nevetünk közben. Mikor elkezdek téveszkedni, akkor le kell állni egy kicsit. A 33-as lemezben az is benne volt, hogy a pandémia és ami most is van, hogy próbálunk magunknak is, és nyilván a közönségnek is kapaszkodót adni. Mert a jó dolgokra, a jó szóra szükség van. Ebben az évben, az év második felében, ha tudunk több helyen megmutatkozni, akkor remélem, hogy kedvet kap más is, aki ezt még nem hallotta, nem látta. Remélem, hogy véleményt tudunk váltani, hogy igaz az, amiről beszéltünk.